Sziasztok, én itt Vaskoron 200 vagyok, és ez itt a Mester MC Skype PvP 1/5. része. Az előző videóban szereztünk egy csomó vas cuccot, meg gyémántadot. Úgyhogy ebben a videóban az erő potit és az XP potit fogom nektek megmutatni, hogy hol van. Ami, és azután pedig, ha marad idő, azután megyünk harcolni. A negyedik videó is fent van már a YouTube-on, és ha meg lesz a 15, ha meg lesz a 15 vagy 20 feliratkozás, akkor fogok csinálni egy Minecraftos videó. Tehát ha 15-20 feliratkozás meg lesz, csinálok egy Minecraftos videót. Ha 25 vagy 30, akkor 25 vagy 30, akkor csinálok egy Mester MC Alcatraz, vagy hát igen, csak majd egy Mester MC Alcatraz. Hát az ilyen túlélős Mester MC Alcatraz, ugye fogok csinálni, ha meg lesz a 25-30 feliratkozás. És ha meg lesz a 30 és 40 közötti feliratkozás, akkor pedig majd megmutatom nektek az én foci pályámat, amit építettem. Szerintem nagyon jó lett, és azt majd ti is megcsodálhassátok, ha meg lesz a 30 és a 40 feliratkozás. És akkor láthassátok, ha meg lesz. Ért igen? Megoldtam a gyereket, aztán meg is haltam. De megnézem, hogy benzem van, 129. Tehát még egyszer elmondom. Ha lesz 15 vagy 20 feliratkozás, csinálok egy Minecraftos videót. Ha meg lesz a 25 vagy 30 feliratkozás, csinálok egy Alcatrazos videót. És ha meg lesz a 30 vagy 40 feliratkozó, akkor pedig csinálok egy... hát megmutatom, hogy milyen az én foci pályám a Minecraftból. Ami szerintem nagyon jó lett. Hát majd meglátjátok, hogy milyen. Szerintem jó lett ez a focipálya, de most nem erről beszélünk, mert nem Minecraft videót, hanem a Mester MC videót. És most... hát igen, megoldták, megpróbáltam elbújni előle. Megnézem, 105 a pénzem. Ez nem jó, jó. Minimum 125 kell, igen, mindig, hogy meg jön a kedvem, hogy vegyek egy erőpotit, erőitalát, akkor mindig lesz rá. Érzem. Igen, meg volt a gyerek. Akkor most már én úgy fogok menni, hogy felveszem az én szép ruhámat. Így. Viszek egy darab aranyalmát és egy gyémántadot. Így meg, megettem. Hogy mehetünk. Én erre igazából nem szeretnék volna. Hogy erre megyünk. Feltem, hogy meg tudnak volna, és azután elvesz a kicsom.
Remélem, hogy lesz a 34-en szeretkező, remélem meg lesz. Mert akkor bizony meg lesz egy... Igen, ez az, mi volt el? 58 dollárt kapta. Majd már megoljon, az lenne még a gáz is megölt. Hát ez... nagyon érdekes, mert ez benne a vicces is. Nem baj. Felveszed még egyszer, meg megkapolod még egyszer. Ha vesztem a pénzem, már csak 150 van. És ez a van. Nem vesztem a pénzem. Nekem ilyen, nekem még több milliárd sem lenne elég, hogy ne veszel. Majdnem megjöttem őket. És között van megjutnak. Nagyon kedves volt az ideját, nem akartam nem megállni. Majd én jövökem. Kedves volt olyan, nem várt, nem kérdezik, és jövökem. Nézd, én általában ezt szoktam csinálni. Ha valaki odajön, nem ölem nekem a hatkucok. Jó kucok. Én csak volt karhúzó valamit. Úgy láttam, hogy fakardja volt annak a gyertek, hogy ez hacker lehetett, vagy csak előtt volt. Mert ha fakardja volt az embernek két ütésből, zártnak tartom, hogy meg lehessen volna egy embert. Sosem sikerül átugranom. Hát igen. Még nagyon elmegyünk. Hát addig, amíg megjön egy nagy erősebb, jobb cuccos és megjön minket. Na tehát ha most nem sikerül megint szereznem egy szereznem XP papit, akkor én szerintem megpróbálom megmutatni, hogy hát igen, akkor most megpróbálom megmutatni, és megszerezni, hogy hol van az erői papi, mert az olyan papit, az szerintem az minden ilyen gyémánc húszasnak ott van a kezében. Ha megtámadják, akkor nagy véletlenül sem meghalnak. Nem sokkal. Hát az erőpati körülbelül 5-ször erősebbé tesz. Ez benne jó. Tehát gyémánt karddal egy ember, vas karddal egy embert körülbelül 3-ből ölsz meg, erőpati nélkül. Ha viszont erőpontot nem viszont, akkor egy ütésből meg tudod ölni, mert ugyanez egy gyémánt kard is. Kőkarnál körülbelül erőpoti nélkül 4 ütés, 4-5 ütés, hogy megtalálni az egy ember. És erőpotival pedig kőkarddal ilyen 3 ütés. Nem biztos, csak én most csak így tippelgetek. Akar előpoti nélkül körülbelül egy ilyen 5-6 ütés, mire megöljük az embert.
Ez az. Oké. Hát itt már tudjátok, hogy mi van. Csak hogy én erre jövök, mert itt erre sokkal közelebb van az erőpoti. Ja, most itt vállok. Majd véletlen megvasszom. Még nem látok meg. Ez az, nem látok meg. Erre eljönzem le, akkor talál egy ilyen helyet, és itt lehet szerezni az erőkapit, ami 8 perces, 8 perc 6, ott én nem akarom őket bántani, hát igen, előttek, mindegy. Hát az erőkapit meg tudom neked mutatni. Hol van? Hogy gyors szerz egy gyémántkardot, és akkor szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Ó, én elfelejtettem. Mert van. Igen, láttam, hogy akarddal akart támadni. Hát igen, leestem. Akkor egy utolsó próbálkozás. Nem is tudom, akkor majd csak a következő videóban próbálkozom meg ezzel. Hát, hogy sikerül szereznem gyémánkardot. Én már azt is tudjátok, hogy hol van, mert azt is nem tudom, mert tudjátok, hogy jó, tehát erősek vagyok, most már tudjátok, hogy tudjátok megvalni a többit. Full vas set. Full vas set mellé még. Full vas set mellé egy erőpotív. Meg egy gyémántkardot. Úgy már erős az ember. Igen, nem értem, hogy miért nem sikerült elmennem, de ez egy jó. Jelenleg egy utolsó próbálkozás, hogy tudom, hogy csak egyetlenek a következők. Hol van az? És a következő videóban megpróbálsz. A következő videóban próbálok meg. A következő videóban próbálok majd szerezni gyémántkardot. Vettétek, hogy ott volt egy karakter, akinek az volt a neve, hogy Oliver, ami fiúnév, viszont lány skine volt. Oké. Okay. Igen. Tudjátok. Igen, lerakták. Akkor már csak a következő videóban fogjátok meglátni, hogy hol van. És következő videóban fogok szerezni gyémántkardot. Sziasztok!